Ildikó Boglárka alkotásai a gyermekkort idézik, mint a legtöbb kisgyermek szeretett rajzolni, festeni. Mesék, animációs filmek hősei és gyermekéveinek szüttesei, hímzései adták a motivációt művei készítésekor. A munkák kivitelezése kapcsolódik a nosztalgia világhoz. A festészet és a textil találkozása manapság egyre gyakoribb. Ahogy észrevettem, mostanában már elég sokan szoktak kevert műfajokkal dolgozni. Én sem kifejezetten csak textilesnek tartanám ezeket a munkákat, mert nagyon sok festői dolog maradt meg benne. Sokszor kombinálom a festészetet a textillel. Tervezés nyilván. Hát attól is függ, hogy éppen melyik technikát szeretném használni. Ha festői dolgok is lesznek benne, akkor nyilván a festő vásznak lealapozom, meg ráfestek. Ha csak hímzek, akkor az, és akkor hetekig hímzem. Vagy szövök, azt is szoktam, meg a varrás is hozzá kapcsolódik, szóval mindig össze-vissza van az alkotói folyamat, éppen hogyan lehet megoldani egy-egy problémát, de így különösen nincsen metódus, hogy hogyan készül az összes munka. A klasszikus mitológiák állatvilágának és a televíziós programok legenda világának motivumainak összemosása formailag és tematikailag egyaránt megjelenik alkotásaiban. Rajzfilmek és régebbi tetkók, 2000-es évek kultúra teljesen divat, akkor éppen akkor milyen mesék mentek a tévébe, én akkor nőttem fel, szóval ez nagyon mély nyomot hagyott bennem, szóval még mindig egy kicsit így újraélem, és ezeket veszem újra alapul az összes munkámhoz. Néhány éve dolgozik textillel, ezen a kiállításon szerette volna összegezni eddigi munkáit, ebből tervezte a tárlat anyagát is. Egy pályázati lehetőség is segítette alkotásai bemutatását. Szerettem volna egy ilyen, nem is lezárás, csak hogy összegezni az egészet, amit eddig sikerült összehoznom, úgyhogy nagyon nagy szerencsére a Kemence Galériának volt nyílt pályázata, én pedig úgy gondoltam, hogy érdemes lehet ez az anyaga. Az új technikák felhasználásával új összefüggésekbe kívánta helyezni műveit. Ez volt a célja a negyedéves, jövőre diplomázó művészeti karos hallgatónak. Alapja a 20-30 évvel ezelőtti mainstream médiájának formáinak, színeinek visszaidézése. Jövő héten utazik Erasmusszal Lapföldre, kihasználja az egyetem adta lehetőséget. Finnország után pedig készül a diplomára. A Mindscape Palace című kiállítás Pécsen a Zsolnai Kulturális Negyed E78-as épületében, a Kemence Galériában megtekinthető.